Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívását az Edutus Egyetem Műszaki Intézetének, hogy a Magyar Tudomány ünnepén az Ipar 4.0 automatizáció, robotizáció és digitalizáció témakörében, illetőleg ennek az oktatásba való integrálásának kapcsán az Edutus Egyetem és a FANUC Hungary együttműködésének a példáján keresztül be tudja mutatni. Jó magam, Mezei Tamás vagyok, a FANUC Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója, és a mellékelt kép szerint mutatnék, hogyha normál kerékvágásban lenne az életünk jelenleg, és személyes konferencián, összeülésen tudnánk ezekről a szép témákról beszélgetni. Sajnos a koronavírus felülírta ezeket a törekvéseinket, úgyhogy webinár jelleggel online kell egy picikét egyirányú kommunikációban megoldani ezt a prezentációt, ami szokatlan, hiszen az elmúlt években az ember ahhoz szokott, hogy együtt él a közönséggel, válaszol a kérdésekre. Ebben a formában sajnos most nem jöhet létre a beszélgetés, de hogyha bárkinek bármilyen kérdése lenne az elhangzottak kapcsán, akkor Peredi Zoltán kollégán keresztül el tudnak érni engem is, és bármilyen kérdést igyekszünk megválaszolni. Annak érdekében, hogy így a prezentáció egy kerek egész legyen, egy picit beszélnék a cégünkről. Kik is vagyunk mi, honnan jövünk. Egy eléggé kultikus helyről, Japánból a Fuji-hegynek a lábától indulnak a gyökereink, és gyakorlatilag behálózzák az egész világot. Többek között Magyarországról is eljutottunk természetesen. A nevünk is, mint FANUC, ez a Factory Automation Numerical Control, azaz gyártás, automatizálás és számjegyvezérelt szerszámgépekből fakad, ugyanis 1956 óta cégünk CNC vezérlések, illetőleg hajtásrendszerek fejlesztésével kezdte működését, ami aztán a következő időszakban kiegészült robotokkal és robomásin gyűjtő néven gyakorlatilag fröccsöntőgépekkel, megmunkáló központokkal vagy húzalszikraforgácsoló gépekkel is. Japán gyárunk rendkívül innovatív. Ez nem is lehetne másképp egy ilyen szakterületen. Tehát gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy körülbelül 4000 robot dolgozik a cégünknél, amelyek gyakorlatilag reprodukálják önmagukat és a saját alkatrészeiket is. Ez egy olyan számot mutat, hogy a gyártóegységben dolgozó minden egyes kollégára megközelítőleg 80 robot jut. Ugyebár van egy ilyen mérőszám, amit a Nemzetközi Robotikai Szövetség is szokott használni, hogy 10 000 gyári dolgozóra hány robot jut, és minden országnak van egy ilyen mérőszáma. Ez Magyarországon jelenleg úgy néz, hogy 166 ember jut 166 robot jut 10 000 dolgozóra. Na most, ha ezt megnéznénk a mi cégünk esetében, az azt jelenti, hogy 10 000 dolgozóra jutna 800 000 robot, úgyhogy igen, drasztikus a különbség. Egyébként globális első ebben Dél-Korea, ahol valamelyest 1000 fölött van a 10 000 dolgozóra jutó robotoknak a száma. Nem csak ezért vagyunk innovatívak, hanem azért, mert itt a japán központunkban olyan fejlesztő, kutatófejlesztő részleg működik, aminek köszönhetően az összes főbb komponenset saját magunk fejlesztjük és gyártjuk, és csak minimális mértékben hagyatkozunk beszállítókra, ezzel is a magas minőséget szavatolva és garantálva. Ahogy említettem, Magyarországon is már megvetettük a lábunkat, 2006, illetőleg 2008 óta a CNC-s és a robotos oldalunk is már helyben magyarországi kollégákkal szolgálja ki a vevőinknek az igényeit, akár oktatásról, szervizekről vagy képek támogatásáról van szó. És azért is fontos ez a 2018-as időpont, mert akkor költöztünk el most már saját tulajdonú telephelyünkre, ahol egy megfelelő méretű bemutatóteremben tudunk konferenciákat, versenyeket akár szervezni diákoknak. Oktatótermeink vannak, ahol az iparból érkező embereknek tudunk megfelelő színvonalú eszközökkel kiegészített és gyakorlati tudást adó tréningeket adni, de természetesen konferencia, tárgyaló termek is helyet kaptak, mind a mellett, hogy temperált műhelyünk, raktárunk is van, és az irodai részről nem is beszélve. Ugyebár a mai prezentációnak az egyik legfontosabb pontja az, hogy hogyan is köthető az oktatási intézményekkel, az oktatás irányába, hogyan lehet irányítani a mi tevékenységünket. Hát az első és talán a legszélesebb körben használható eszköz és általános ipari trend az az ipari robotikán alapszik. Gyakorlatilag, ha megnézzük a FANUC-nak a globális jelenlétét és lábnyomát a robotika területén, mondhatni, hogy világelsők vagyunk,
Ez Magyarországon is abszolút így van. Jellemzően az autóipari nagy installációknak köszönhetően vagyunk piacvezetőek, de az éves eladásokban is természetesen ott vagyunk mindig a dobogón. Ez évről évről mindig változhat. Egy picit attól függ, hogy kinek vannak nagyobb projektjei a konkurenseink közül, de jellemzően azért mi szoktunk a dobogó legtetején állni. Ez annak is köszönhető egyébként, hogy a világ legszélesebb robot palettája, applikációtól függetlenül, legyen szó festésről, palettázásról, hegesztésről, általános összeszerelő manipulációs feladatokról, az nekünk van. A legkülönbözőbb területekre tudunk ezáltal robotokat szállítani. És ez azért is fontos, mert hogyha ilyen széles a spektrumunk robotika területén, akkor elvárt lehet a cégek részéről, hogy megfelelő szinten képzett diákokkal, fiatal mérnököket tudjanak alkalmazni, és használni a tudásukat annak érdekében, hogy folyamataik, eszközeik, fejlesztéseik a lehető legmagasabb műszaki színvonalon legyenek. És itt jön képbe gyakorlatilag az, hogy a FANUC, mint egy automatizálási koncern, egy automatizálási mamutcég, illetőleg az oktatási intézmények, melyeknek a tevékenysége sokkal inkább lokális, mint sem globális tevékenység, hogyan tudjuk ezeket összekötni. Ez már évekkel ezelőtt beszélgetés volt európai kollégáinkkal közösen, hogy marketing büdzsénknek egy kis részét fordítva arra, hogy oktatási intézmények felé tudjunk picikét közeledni. Kezdjünk el, mondhatni inkább beruházás, mint sem nullszaldó környékén, de olyan eszközparkot biztosítani az oktatási intézmények részére, amivel innovatív, naprakész tudást tudnak átadni a diákoknak, és azt pedig tudják majd továbbvinni a diákok az iparba, legyen szó termelés támogatásról, vagy termelőeszköz fejlesztéséről, gyártásáról. Hogy mit is tartalmaznak ezek a csomagok? Lépjünk először, nézzük meg a műszakilag, hogy ez gyakorlatilag mit is takar. Ugyebár az egyik leglátványosabb része ennek egy 4 kg teherbírású, 6 tengelyes, tehát 6 szabadságfokú ipari robot, amelyet egy gyártó cellában, egy kis cellában helyezünk el. És ezt a robotot természetesen a legújabb fejlesztésű motorok, hajtóművek hajtják meg, és teszik mozgásképessé. És ennek az izomnak a működtetését az agy, maga a vezérlő rendszerünk is a legfejlettebb, ami jelenleg az iparban elérhető. Ez az R3 ZB Plus szériás vezérlő, ami több mint 250 szoftver opcióval lett feltöltve az oktatás kedvéért, hogy minden olyan környezetet, feladatot, applikációt lehessen szimulálni és gyakorolni az oktatás keretein belül, ami az iparban is igény lehet. Természetesen ehhez tartozik egy olyan betanító konzol, egy olyan ember-gép kezelőfelület, ami a leginnovatívabb eszközeinket, akár háromdimenziós szimulációnak a futtatását is lehetővé teszi a betanító konzolnak a kijelzőjén. Tehát ez is egy olyan innovatív dolog, ami jelenleg úgy az iparban is. És hát természetesen itt nem csak a robotról van szó, hiszen nekünk a célunk nem csak az, hogy egy darab vasat, egy eszközt ott hagyjunk egy laboratóriumban, és majd bízunk abban, hogy oktatás köré lehet szervezni, hanem egy komplett biztonságtechnikával ellátott gyártócellát biztosítunk az oktatás intézmények részére, és ezt egy olyan kezelhető méretben, hogy egy általános osztályterembe, vagy egy kisebb ajtóval rendelkező laborba is könnyedén betolható a maga 0,7 méter szélességével. Említettem, hogy biztonságos az eszközünk, hiszen egyik oktató sem szeretne kockáztatni, hogy valamelyik diákjának személyi sérülést okozna egy adott laboreszköz. Természetesen erre törekedtünk is, hogy például nyitott ajtókkal ne lehessen mozgatni a robotot, csak csukott zárt ajtók mentén lehessen a robotot adott pozícióba mozgatni. Ebben nagy segítségünk van egyébként a Dual Check Safety nevezetű szoftveropciónk, aminek a segítségével különböző zónákat lehet tiltani, vagy éppen engedélyezni a robotnak, illetőleg figyelni lehet az ajtónyitó biztonsági kapcsolóknak a jeleit, hogyha esetleg működés közben valaki kinyitná az ajtót, akkor a robot mozgását azonnal úgybár meg kell állítani. Törekedtünk arra is, hogy ne csak ipari körülmények között lehessen használni egy ilyen cellát, tehát hagyományos egyfázis 230 voltos rendszerre csatlakoztatható. Mondanám azt, hogy ahonnan elmegy egy pirító, vagy elmegy egy mikrohullámos sütő, vagy egy kávéfőző, onnan ez a komplett cella tökéletesen működő képes kell, hogy legyen. Nincsen nagy energiaigénye.
Ha megnézzük a kiegészítőket, hiszen itt ugyebár mi nem csak robotban gondolkodunk, hanem komplett gyártórendszerben, ugyebár sokszor van az, hogy intelligensebb legyen és modernebb legyen az eszköz, kamerát is tudunk illeszteni a robot mellé, hogy ne csak mindig fix pontból fix pontba pakoljon a robot, vagy szereljen össze, hanem alkalmazkodjon a környezetéhez. Ehhez egyéb kiegészítő szoftvereket is telepítettünk, mint az előbbi szlájdokon említettem, valamint egy szervó működtetésű aktuátort megfogót is biztosítunk, amivel különböző munkadarabokat lehet felvenni és elhelyezni adott pozíciókba. És ennyit egyelőre úgymond a vasról, viszont ez az egész egy életképtelen történet lenne, hogyha koncepciójában a FANUC Magyarország nem adna hozzá egy olyan képzésrendszert magának az oktatói bázisnak, az oktató intézmények delegáltjainak, aminek segítségével sikeresen integrálható ez a sok hardware-elem, szoftver-elem az elméleti és a gyakorlati képzésben. Tehát train the trainer elven gyakorlatilag az oktatási intézmények delegáltjait biztosítjuk a lehető legmagasabb szintű szakmai képzésekben. Nyilván, amikor egy ilyen beruházás megtörténik azonnali hatállyal, illetőleg terveink szerint a következő időszakban éves szinten érdeklődéstől függően egy vagy két alkalommal egyrészt tudásfrissítés, másrészt az újításoknak az oktatását is elővesszük. Szintén fontos, ugye arra a mai világban, hogy virtuális környezetben is tudjunk, ez a digitalizációnak egyébként az egyik fontos építőköve, hogy virtuális világban is tudjunk rendszereket szimulálni, építeni, ciklusidőket meghatározni. Mondjuk egy rendszerintegrátor, hogyha egy ilyen komplett háromdimenziós tervvel áll oda egy adott végfelhasználóhoz, hogy ő ilyen koncepcióban, ilyen layoutban tervezi megvalósítani az adott műszaki feladatot, akkor jó eséllyel meg is fogják érteni, hogy ők mit szeretnének, és meg is győzhető ezáltal a végfelhasználó, hogy ebben a koncepciójában működőképes az elgondolás. Annak érdekében, hogy ezek a készségek a diákoknál rendelkezésre álljanak, természetesen 20 licenszet biztosítunk ehhez a csomaghoz, és a RoboGuide szoftver környezetet oktatjuk is az oktatók részére, hogy ők aztán az elméleti oktatás szerves részévé tudják tenni, és tantárs szinten is lehessen ezt tanítani a későbbiek folyamán, és offline robotprogramozási metódusokat tanuljanak a diákok. Mik a magyarországi terveink? Ugyebár itt, hogy teljes koncepcióban lássuk, hogy az oktatás és egy ipari nagyvállalat, mint a FANUC, hogyan kapcsolódhat össze. Először nézzük meg, hogy az ipar világában milyen igények vannak, illetőleg az oktatás világára mik jellemzőek, és ott milyen igények léphetnek fel. Mert ahogy itt a kellős közepén a szlájdnak is látjuk, egy jellemzően magas és makacs fal van, ami elválasztja az ipar világának az igényeit az oktatás által nyújtható szolgáltatásoktól. És a cégünk azon dolgozik, hogy ezt a falat bontsa, és lehetőleg rövid időn belül el is tüntessen. Ugyanis az ipar világában, legyen szó akár saját cégünkről is, mint FANUC, de rendszerintegrátorok vagy gyártócégek, végfelhasználóknál is az az igény, hogy automatizálásban, robotizálásban jártas munkaerőt vegyenek föl. Tehát nem csak olyan kell nekik, akik jó a PLC készsége, vagy robotprogramozói készsége, vagy egy jó mechanikus szerelő, hanem koncepciójában átlátják egy termelő gyártósornak az inputtól outpontjáig vezető részéig az összes hardware, szoftver elemet, ami beépítésre kerül. És annak érdekében, hogy ilyen diákokat kapjon az ipar, az oktatásnak is változnia kell. Egyrészt kevés ilyen automatizációs, robotizációs oktatóközpont van, illetőleg ezen kevés oktatóközpontnak az eszközparkja is vagy hiányos, vagy elavult, mint amit én is tapasztaltam egyébként, amikor az egyetemről kikerültem, hogy 70-es, 80-as évekbeli eszközparkon oktattak bennünket, és amikor kikerültünk az iskolapadból, akkor viszont az ember egy teljesen más világgal találkozott. Úgyhogy nekünk alapvető feladatunk az, hogy ezeket a különbségeket, ami az oktatás és az ipar világát jellemzi, ezeket próbáljuk meg eltüntetni, hogy ezt milyen lépésekben tesszük, hogy már az előbb említett oktatórobotok koncepcióját már fölvázoltam. A második lépés, hogyha már egy oktatórobot oda kerül valakihez, hogy a szükséges képzéseket biztosítsuk az ott dolgozó professzoroknak, tanároknak, tanársegédeknek, hogy minél szélesebb körben tudják a diákok irányába továbbítani azt a tudást, amit transferálunk feléjük. Illetőleg ez majd egy következő lépés lesz,
hogy egy olyan gyakorló feladatokat tartalmazó könyvet, egy mankót átadjunk az oktató intézmények részére, amire alapozva ők különböző oktatási tematikákat tudnak kialakítani. Hogy ez pontosan hogyan is néz ki az esetünkben, ez 2019-re tenném úgymond az alapkőletételét a magyarországi oktatási piac fejlesztésének, amikor is együttműködéseket kezdtünk megalapozni. Ebben nagyban segít egyébként az Innovációs és Technológia Minisztérium azon törekvése, hogy akár a szakképzési centrumoktól, technikumoktól a felsőoktatásig igyekeznek olyan innovatív területeket támogatni, ahol valós piaci igény szerint képeznek embereket, és sok szakképzési centrummal sikerült ilyen együttműködést kialakítani, illetőleg most 2020-ban egyetemekkel is fölvettük az aktív kapcsolatot. Ennek az egyik legékesebb példája az, hogy az első versenyünket is sikerült már lebonyolítani itt a bemutató termünkben, ahol is sikerült egy csapatot kiválasztani a Győri Széchenyi Egyetemről, akik majd a gráci versenyen, amit elméletileg 2020-ban terveztünk volna, csak hát a koronavírus ezt felülírt, és a verseny szervezői 2021-re tették át a gráci versenyt, oda delegáljuk ezt a csapatot, és ebben a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara is nagy segítséget ad, hogy mind oktató, mind pedig a diákok részéről maximális legyen a felkészülésre való fókusz és intenzitás. Valamint 2020-ban sikerült a magyarországi Skills szervezet segítségével a globális World Skills-nél a robotikát és rendszerintegrációt, mint hivatalos versenyszámot beszavazni a következő évekre a betélkedő versenyszámai közé. Hát ennek köszönhetően, hogy már a jövő évben nincsen más választásunk, mint egy aktív bővülés, egy második verseny lebonyolítása, amit reményeink szerint már a vírushelyzet megengedi, hogy már csak egy intézménynek úgymond házi versenyt indítsunk próbajelleggel, hanem már több intézményt is meg tudunk hívni az általa delegált diákokkal, hogy megmérettessék magukat rendszerintegráció, robotintegráció készségek terén. És hát természetesen majd ennek a versenynek a győztesét igyekszünk a 2022-ben esedékes Shanghai World Skills vetélkedőre majd felvértezni mindenféle szaktudással. Természetesen az oktatóknak is ebben nagy szerepe lesz. És a következő évekre ezt éves rutinnál szeretnénk emelni, hogy ilyen robotikai vetélkedőt, ami nem csak robotról szól, hanem picikét PLC, picikét biztonságtechnika, egy picikét mechatronika, tehát gyakorlatilag minden készséget, ami egy automatizált gyártócella működéséhez kell, ötvözünk ebben a versenyszámban, és pont ezért jó ez, mert nem beszállító, vagy robot, vagy PLC specifikus, hanem magát a koncepcionális gondolkodását méri a diákoknak, hogy mennyire felelnek meg a kritériumoknak. Jó, tehát ezek lennének a magyarországi terveink, hogy egy ilyenfajta szoros együttműködést alakítsunk ki az oktatási intézményekkel. Ebben egyébként nagyban segít az, hogy a Skills Hungary, vagyis a World Skills szervezetnek a magyarországi képviselete, ami egyébként egy modulja úgymond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, nagyon jó együttműködés sikerült velük kialakítanunk, és abszolút támogatásukról biztosították ezt a versenyszámot, úgyhogy a következő időszakban nem is lehet más a célunk, mint hogy ezt a közös utat, amit elkezdtünk a tavalyi év során, ezt tovább vigyük, és minél jobb helyezéshez segítsük hozzá a Magyarországról delegált diákokat ezen a nemzetközi megmérettetésen. Aki egyébként nem hallott volna még a World Skills vagy Euroskills versenyekről, annak azt szeretném elmondani, hogy ez olyan, mint mondjuk egy sportolónak az olimpia vagy a paralimpia, ami a sport pályafutásnak a csúcsa lehet, hogyha valaki egy jó helyezést elér. Na most a szakmák tekintetében ez ugyanez mondható el, legyen szó fodrászatról, autószerelésről, informatikáról, vagy mondjuk éppen robotrendszer integrációról. Minden ország, aki delegál adott versenyszámba diákokat, nem csak heteket, hanem adott esetben fél évet, évet is eltölt az adott versenyzők felkészítésével, szakmai felkészítésével, és mi ebben nyújtunk segítő jogkezet. Jelenleg most, akikkel éppen együtt dolgozunk, az a Győri Egyetem és az általa delegált két diák kollega, hogy ők a lehető legjobb helyezést tudják majd Grazban elérni. Egyébként most szeptemberre volt tervezve a verseny, amit januárra toltak, de ezt a januári időpontot is majd jövő év szeptemberére, augusztusára kellett áthelyezni,
hogy addigra rendeződjön az egészségügyi helyzet, és valóban személyesen nívós versenyt lehessen megfelelően felkészült csapatokkal szervezni. Tehát ebben a fajta együttműködésben én biztos vagyok benne, hogy a magyar oktatási intézményeket is könnyebb lesz tűzbe vinni, és nem csak egy eszközt adunk át részükre, hanem egy koncepciót, hogy miért is érdemes ezt csinálni. Egyrészt, mert az iparnak igénye van erre, kettő, az Innovációs és Technológiai Minisztérium nagyban támogatja ezt a törekvést, és három, ami a legfontosabb, ami a tanároknak, az intézeteknek, és maguknak a diákoknak is egy kiemelkedő dolog, hogy országos szinten megmérethetik magukat, hogy ki hogy áll, és tanulhatnak egymástól. Sőt, a legjobbak ugyebár nemzetközi versenyekre is kijuthatnak. Úgyhogy szerintem ez az igazi win-win szituáció, amikor az ipar és az oktatás egymásra talál, és hát alapvetően ezáltal nem is lett más a célunk, mint hogy ezzel az együttműködéssel, ami konkrétan az Edutus Egyetemet is érinti, az ipar és az oktatás egy olyan koncepciót vázoljon föl, egy olyan képzési tematikát tudjon. Nyilván ez oktatási intézményenként azért változhat, de egy olyan koncepciót vázoljon fel, amire igénye van az iparnak, és ezáltal az ipar versenyképességét, és közvetett módon ugye már az ország versenyképességét is tudják növelni, és megalapozni a következő időszakra. No, most elméletileg 23 perc környékén járunk, tehát még van néhány percem, úgyhogy van egy olyan pont, amit egyébként a Peredi Zoltán úrtól kaptam, ami nem más, mint a digitalizáció és az ipar 4.0, hogyha érintőleges nincs, de tudnék róla egy pár szót említeni. Na most ez azért is nehéz, hogy pár szóban az ember, mondjuk maradék 6,5 percben tudjon erről beszélni, hiszen több napos konferenciákat szoktak ebben a témában szervezni, hiszen ez egy nagyon szerteágazó dolog. De hogy mégis érintőlegesen, mondjuk akik kevésbé szakmabeliek kapjanak róla információt, nézzük is meg, hogy ez az ipar 4.0, ez mit is jelent. Ugyebár dióhéjban, hogy az ipari forradalmak, fejlődések milyen úton mentek keresztül, ugyebár az a 18. század végén, 1800-as évek elején az első ipari forradalom ment végbe, ugyebár Vattnak a gőzgépe adta a lendületét annak, hogy a textilipar, egyéb gépipari eszközök fejlődjenek, majd a második ipari forradalom, amikor már villamosgépek, robbanómotorok jelentek meg, nagyban fejlődött az infrastruktúra, a közlekedés, valamint a gyártási módszertanok is egyre inkább a tömegtermelés irányába mozdultak el. Majd jött úgymond a harmadik ipari forradalom, ami sokkal inkább már a második világháború utáni időszak, amikor az elektronikai ipar fejlődésével olyan számítógépvezérelt rendszereket, PLC és automatizáció alapú gyártási metódusokat hozott, amivel sokkal hatékonyabbak lettek a tömegtermeléssel foglalkozó cégek, és itt jelentek meg a kezdetleges ipari robotok is ebben az időszakban. Majd ugyebár itt a 2010-es évektől beszélünk már így egy negyedik ipari forradalomról, sőt még ez véghez sem ment, mert ugyebár ennek azért nem egy-két év az átfutása. Vannak, akik már ötödik meg hatodikról beszélnek, de szerintem még korai, ugyanis még a negyedik ipari forradalom is csak gyerekcipőben jár, hiszen itt miről is beszélünk. Alapvetően ezeknek az első három ipari forradalom során kifejlődött eszközpartnak, termelési eszközpartnak, vagy bármilyen egyéb eszköznek a hálózatba kötéséről, adatgyűjtéséről, mesterséges intelligencia moduloknak a használatáról, annak érdekében, hogy egy prediktív, önfejlesztő gyártás folyamatot tudjunk létrehozni, és ugyebár ennek köszönhetően egy sokkal termelékenyebb, költséghatékonyabb, energiahatékonyabb gyártó bázist tudjon üzemeltetni, létrehozni és folyamatosan fejleszteni az adott cég. A FANUC-nak mi a koncepciója ezen a téren? Talán az egyik legegyszerűbb és kézzelfoghatóbb ilyen koncepció az a MT-Linkai nevezetű környezetünk, ami gyakorlatilag az a szerszámgépeknek az intelligens linkelése, összekötése egymással, aminek segítségével egyrészt van egy távfelügyeletünk, úgymond a termelés fölött, tehát akár komplett gyártó egységekre, azon belül mondjuk gyártó szigetekre vagy sorokra, azon belül esetleg gyártó eszközökre is, mint egy adott szerszámgép, egy adott robot, egy adott PLC rá tudunk tekinteni. Természetesen itt ezeknek az eszközöknek a jeleit is tudjuk felügyelni, tudjuk rögzíteni, és a rögzített adatokból elemzési úton következtetésekre jutni, valamint hibákat is lehet kimutatni,
adott időszakra rászűrve akár. Ami mondjuk egy menedzsment számára fontos, hogy mondjuk az eredményeket nyomon követni. Különböző dashboardok, hogy is mondjuk ezt magyarul ilyen kijelző vagy műszerfalakat lehet létrehozni annak érdekében, hogy a különböző termelési eredményekről az ember információt gyűjtsön és lássa, esetleg még prediktív módon meg is tudja jósolni, hogy a következő időszakra mik várhatóak, vagy milyen vevőigények vannak. A diagnózis is nagyon fontos, ugyebár a legdrágább gép az állógép, ami indokolatlanul mondjuk egy nem várt meghibásodás miatt megáll. Most itt hibaelőzményeket is lehet gyűjteni, prediktív módon lehet előrejelezni azt, hogyha mondjuk megállna valamelyik gépünk, mert mondjuk a csapágy kezd megszorulni, vagy vibráció van az adott hajtóműben, mi egymás, ami egy ipari gyártógépnél előfordulhat. Csak mielőtt úgymond nem várt megállást okozna, egy előre tervezett időpontban, amikor amúgy is karbantartás van a gyártóbázisnak, akkor lehet ezeket a előre prediktív módon jelzett hibákat elhárítani, és a tervezett karbantartási periódusban kerülne ez a hiba elhárítása. Valamint nagyon fontos még a termelő cégeknél, hogy ne bízzák emberekre mondjuk a biztonsági mentéseknek az elkészítését, hogy egyesével végig kelljen menni a szerszámgépek között, robotok között, hogy mindegyikről hetente, havonta, negyed évente csináljak mondjuk biztonsági mentést, hanem ezt mondjuk napi szinten, vagy általunk definiált időszakonként, periódusonként meg lehet tenni a hálózatba kötött gépnek köszönhetően. És egy adatarchívumba kerülnek természetesen ezek a programmentések, meg egyéb gépről emeltett adatok. Valamint egy általános rendszerdiagnózist is tudunk futtatni, amiben korábbi hibák, javítások, minden egyéb dolgot fellelhetünk, tehát egy komplett gép élettörténetet lehet megjeleníteni. És marad még körülbelül másfél percem arra, hogy egy általános ipar 4.0 koncepciót mutassak be, ami jóval több időt igényelne. Én inkább egy analógiával élnék. Mindenkinek van a zsebében valószínűleg mobiltelefon, aminek van egy szolgáltatója, úgymond, aki fejleszti, és egy szoftveres hátteret ad hozzá. Tehát úgy mondanám, mintha az eszköz az embernek a kezében lenne egy almás, vagy egy S-betűs telefon, aminek a fejlesztője, a gyártója az Kínában, Koreában, vagy a szoftveres környezetet fejlesztő cég mondjuk Amerikában van. Mondjuk a nevezők neve mondjuk az Apple-ből kiindulva van egy Apple Store-unk, ami gyakorlatilag összeköti a különböző applikáció fejlesztőket, legyen az egy térkép szoftver, egy gazdasági szoftver, vagy egy játék, vagy bármi egyéb, amit az ember fotó alkalmazás mondjuk, amit használ. Ez nálunk is így működik, hogy mi összekötjük egy Field Store-ral úgymond a vállalati igényeket és az applikáció fejlesztőket, mind úgy, hogy a kiberbiztonságot belevisszük ebbe a rendszerbe, a lehetőségét, mint ez egy nyitott platform, hogy bárki tudjon fejleszteni ilyen irányba applikációkat, hiszen a különböző termelő cégeknek az igényei teljesen mások lehetnek, és nem mi szeretnénk néhány szoftver fejleszteni, és vagy használják, vagy nem, hanem a lehetőséget megadni az applikáció fejlesztőknek, hogy vállalati, különböző iparági igényekre fejlesztenek megoldásokat és válaszokat. Röviden és tömören ennyit szerettem volna erről a egyébként nagyon hosszú és órákig boncolható témakörről megemlíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket, letelt pontban a 30 perc, amit kaptam erre a lehetőségre, bemutatásra. Úgyhogy köszönöm még egyszer a figyelmüket, ha bármilyen kérdésük lenne az elhangzottak kapcsán, Peredi Zoltán úron keresztül el tudnak érni, és akár beszélgethetünk is részletesebben, és valamelyik részterületről. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra!